Nem csak a kivitelt, hanem az agrárélelmiszeripari termékek behozatalát is növelni szeretné Ukrajna és Magyarország, hangzott el Kisvárdán az első Magyar-Ukrán Agrárüzleti Fórumon. Az árucsereforgalom növelése mellett többek között a borászatban és a biotermesztésben látnak lehetőséget az együttműködésre a határmenti mezőgazdasági vállalkozások. Magyarország és Ukrajna agrárközpontú ország. Mindkét ország kedvező mezőgazdasági adottságokkal bír. Magyarország Európa éléskamrája, hangzott el. Itthon jók termőhelyeink, kiváló és megbízható élelmiszerünk van. Ezt emelte ki a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára Bitai Márton Kisvártán, az első Magyar-Ukrán Agrárüzleti Fórumon. Közös érdeke a két országnak az agrárkapcsolatok megerősítése. Több mint 100 millió euró értékű agrár- és élelmiszeripari terméket exportál hazánk Ukrajnába. Az ukrán mezőgazdasági import mértéke eléri a 33 millió eurót évente. Ezt a forgalmat szeretné mindkét fél növelni. Nagyjából hasonló helyen vagyunk egymás életében Ukrajna, életében Magyarország, és Magyarország életében Ukrajna az agrárkereskedelem vonatkozásában. Nagyjából ez a 17-18, ha sorrendet kéne felállítani, 17-18. Helyen vagyunk egymás kereskedelmi, agrárkereskedelmi láncolatában, ami azért, hogy is mondjam, indokolatlan, hiszen azért annál sokkal közelebb vagyunk, mint hogy ilyen messzi, vagy ilyen középmezőnyben legyen az agrárkereskedelmi relációnk. Ezen szeretnénk fejleszteni, és annak érdekében került megrendezésre ez az első ukrán-magyar agrárgazdasági fórum is, hogy egy picit megismerjük egymást, és használjuk ki azokat a lehetőségeket, amelyek a közelségből adódnak. Többször elhangzott, és logikus érvelésnek is tűnik, hogy miért a világ másik felén próbáljunk meg keresgélni különféle kereskedelmi kapcsolatokat, vagy legalábbis úgy meg pláne, hogy még a saját környezetünkben nem kutattunk föl minden lehetőséget. És most ezen a konferencián, kiállításon is már rögtön lehetett látni, hogy van nagyon sok olyan termék, van nagyon sok olyan termény, van nagyon sok olyan innováció, aminek a segítségével akár itt közvetlenül a határ mentén is tudnánk kereskedni, vagy jó gazdasági kapcsolatokat kialakítani. Úgyhogy erről szól ez a fórum, és azon dolgozunk, hogy próbáljunk meg elsősorban Ukrajnával, természetesen másodszorban kiemelt helyen a Kárpátaljai régióval Magyarországot minél jobban a gazdasági kapcsolatok terén minél jobban összekötni. A két ország között most is élénk az árucsereforgalom. Természetesen azért évek óta vannak élő kapcsolataink. Ezek jellemzően agrárgazdasági kapcsolatokra, ha fókuszálok, akkor a szántóföldi növénytermesztés, erdőgazdálkodás, természet- és környezetvédelem, akvakultúra, állategészségügyi kérdések, élelmiszerfeldolgozóipari kérdések. Ezekben lehetne is azért nagyon sokat még fejlődni. Ne felejtsük el, hogy Ukrajna mezőgazdasági adottságai, természeti termőföld adottságai egyedül állóak itt ebben a régióban. Jobb és nagyobb kiterjedésű földminőséggel rendelkeznek például, mint Magyarország. Nagyobb agrárgazdasági céghálózatokban művelik, úgynevezett, vagy úgy mondhatnánk, hogy nagy gazdasági, nagyüzemi módon művelik a mezőgazdasági szántóföldi területeiknek a jelentős részét. Úgyhogy mi pedig inkább ugye a családi gazdasági modell felé haladunk. Tehát nem feltétlenül méretgazdaságban fogunk egymásra találni majd, az országaink mérete is más, hanem azt gondolom, hogy az egyéb lehetőségekben tudunk majd együttműködni. Most itt például a borászati kultúra az nagyon erősen jelentkezett, rengeteg bortermelő érkezett ide a kiállításra Kárpátaljáról is, és nagyon sokan érdeklődtek a magyar minőségi borok iránt, a hungarikumok iránt, úgyhogy én azt hiszem, hogy azért lesz itt lehetőség együttműködésre. A magyar élelmiszeripari technológiákat szívesen megismernék az ukrán agrárvállalkozások. Az akvakultúra fejlesztése, a borászat és a biotermesztés terén is terveznek kétoldalú együttműködéseket. Azért emeltem ki elsősorban ezt a három területet, mert Magyarországnak hagyománya és tapasztalata van például a borászatban. Kiemelkedő és sikeres ország jó minőségű termékei vannak, a két ország termelői szakmai tapasztalataikat megoszthatnák. A biotermesztésben pedig a magyar termelők előrébb járnak, elsősorban a felügyelet, az engedélyezés és minősítés terén lehetne tanulni a magyar termelőktől.
Az ukrán-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésének felelőse Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter. Ez a közös munka megindult, ugye nagy lökést adott tavaly novemberben a két miniszterelnök közös találkozója Debrecenben. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos lépés volt, hiszen akkor kijelöltük az irányokat, az irányoknak megfelelően megindultak a bilaterális tárgyalások. Én is kint voltam nem olyan rég Kijevben, ahol a miniszterelnök helyettes úrral tárgyaltam, és az érintett miniszterek közül az infrastruktúrális miniszterrel. Azt kell, hogy mondjam, hogy az a fontos infrastruktúrális fejlesztéshez szükséges együttműködési szándék az megvan. Ez a legfontosabb, mert eddig néha-néha voltak problémák, hogy nem egy irányba néztünk, más szakaszokat próbáltunk kijelölni, és most egyértelmű, hogy merre tovább. Én azt gondolom, itt a közös határa kötött segélyhitel program keretében történő fejlesztések azok mind jó irányba haladnak. A miniszter megerősítette a két ország gazdasági kapcsolatainak megszilárdításához szükséges infrastruktúrális fejlesztések hamarosan elkezdődnek. Ezek segíthetik a két ország közötti mobilitást. Mind a két kormány, illetve mind a két állam nyitott arra, hogy itt a mobilitást megfelelő módon gyorsítsák. Természetesen a schengeni határ által adott korlátozásokat, szigorításokat be kell tartanunk, azokat nem tudjuk átlépni, de akár a kis határátlépés vonatkozásában, akár az infrastruktúrális fejlesztések meglétével határnyitvatartás hosszabbítás, esetleg új határ megnyitása vagy bővítése, ez mind nagyon fontos lépéseknek az elején vagyunk. Én nagyon fontosnak találom az M3-as ukrajnai határmetszési pontjának a kijelölését, azt hál' Istennek sikerült megtennünk, és elkezdtük az esetleges új Tiszahíd építésének az előkészületeit, illetve a tervezésnek az előkészületeit, mindig fontos lépések. Ezeket a fejlesztéseket még ebben az évben elkezdhetik. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány kárpátaljai magyar vállalkozásokat támogató programjára már regisztrálhatnak a Kárpátalján működő magyar cégek. Én azt gondolom, hogy ezzel olyan likvid forrásokhoz tudnak jutni, ami a vállalkozásuk beindításához vagy stabilitásához szükségesek. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lépések. Itt nem nagy pénzekről van szó, itt inkább a darabszám alapján lesz egy nagyon komoly fejlesztési lehetőség a térségnek. A két ország termelőit is segítheti az a logisztikai központ, amely a Tisza Európai Területi Társulás térségeket érintő fejlesztési programjában is szerepel. A társulás is hozzájárulhat a határmenti régiók gazdasági kapcsolatainak elmélyítéséhez. Olyan partneri együttműködések lehetségesek, amelyben a területi társulás is tud közvetítő szerepet betölteni, hiszen van irodánk Kisvárdán, Ungváron is, tehát az üzletemberek bennünket is megtaláltak, és nagyon szívesen közvetítünk a kamarák, az agrártermelők között. Azon kívül a fejlesztési stratégiánkban, amely most készült el az elmúlt időszakban, külön kiemelten foglalkozunk az agrártermeléssel, az agrártermelők együttműködésével. A következő fórumot Kijevben tartják június 7-e és 10-e között, ahol a két ország agrárkamarai szervezete együttműködési megállapodást ír alá Magyarország és Ukrajna mezőgazdaságának fejlesztésére.